Szép napot, itt örök Ágoston! Van egy kérdés, amivel kockás karrierem kezdete óta nagyon sokszor találkoztam. Nevezetesen, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó versenykockázó legyen? Úgy gondolom, hogy a válasz eléggé sokoldalú, tehát ennek a témának szeretnék itt most egy videót áldozni. Megkértem Magyarország leggyorsabb versenykockázóit, hogy küldjenek nekem egy videót egy jól sikerült átlagukról, és megkérdeztem őket, hogy ők mit gondolnak erről a témáról. Átlag alapján az ország 5 leggyorsabb versenykockázójából 3-an is küldtek videót, tehát itt most Tűzkő Salamon, Maróti Róbert és Mogyorósi Hunor kirakásait fogjátok látni. A videó leírásában megtaláljátok a csatornáikat, javaslom, hogy iratkozzatok fel rájuk, mert igazán megérdemlik. Elsőként Tűzkő Salamon kirakásait láthatjuk, aki jelenleg az ország 5. leggyorsabb 3x3x3-as versenykockázója, egykezes kirakásban pedig a 2. leggyorsabb hazánkban. Miközben a kirakásait nézzük, bele is vágnék a témába. Úgy gondolom, hogy sok tényező játszik szerepet abban, hogy kiből lesz igazán jó versenykockázó. Itt azonban két részre bontanám ezeket. Vannak olyan szempontok, amik eleinte számítanak inkább, amikor az ember még kezdő kockázó, és vannak, amik csak később válnak fontossá. Az első alapvető készség, ami fontos a kockázásban, a térlátás. Ezen a ponton fontosnak gondolom kiemelni, hogy a térlátás nem egy stabil képesség, gyakorlással rengeteget fejleszthető. A Rubik kockázásnak egy nagy előnye, hogy javíthatja a térlátásunkat és a fejben forgatás képességünket. Az viszont tagadhatatlan, hogy kezdőként könnyebb dolga van azoknak, akik eleve jobb térlátással rendelkeznek. Ez a kocka alapvető működésének megértésében fontos. Úgy gondolom azonban, hogy miután elértünk egy bizonyos szintet, a térlátás szerepe visszaszorul, hiszen egy idő után az algoritmusaink már begyakorolt mozdulatsor szintjén rögzülnek, és lényegében izommemóriából alkalmazzuk őket. A második olyan szempont, ami eleinte fontos, a memória. Aki igazán jó versenykockázó szeretne lenni, annak bizony rengeteg algoritmus kell megtanulnia. Bár a hosszú távú memóriakapacitásunk bizonyos kereteken belül rengeteg algoritmus megtanulását teszi lehetővé, előnye van annak, aki gyorsabban tanul, és a tanult algoritmusokat képes hosszú távon megjegyezni. Minél több helyzetre van jól begyakorolt megoldásunk, a kirakás annál hatékonyabb lesz, itt viszont kulcs szerepe van a gyakorlásnak. Ahhoz, hogy az ember rengeteg algoritmust tudjon rutinból használni, folyamatosan frissen kell tartania ezt a tudását. Következőnek lássuk Maróti Róbert átlagát. Ő jelenleg Magyarország 3. leggyorsabb 3x3x3-as versenyzője, és többek között a 2018-as Hungarian Open győztese. Közben pedig lássuk a harmadik szempontot, ami nem más, mint a kézügyesség. Azt gondolom, hogy ez már kezdő, haladó és profi szinten is fontos. Saját tapasztalatból mondom, hogy a kockázás rengeteget fejleszthet az ember finom motorikus mozgásán. Az ügyetlenebb kezű emberek is bámulatos sebességet érhetnek el a kocka forgatásában gyakorlással, viszont vannak határok. Sajnos akár tetszik, akár nem, akinek alapból jobb a kézügyessége, az gyakorlással magasabb szintet érhet el, mint akinek alapból rosszabb. Ebben a kérdésben szerepet kap a genetikai meghatározottság, vannak, akik e tekintetben szerencsésebbek, mint mások. Ezen a ponton kiemelném még az életkor fontosságát is, a finom motorikus mozgás fiatalkorban többet tud fejlődni, mint később. Éppen ezért minél előbb kezd valaki kockázni, annál nagyobb esélye van, hogy a legjobbak közé kerüljön. A negyedik szempont, amit szintén a versenykockázás magas szintjén tartok fontosnak, és az életkornak is szerepe van benne, a reakcióidő. Bizonyítottan eltérés van emberek között a tekintetben, hogy milyen gyors az agyi ingerült átviteli sebességük, és milyen gyorsan tudnak motorikus szinten válaszolni vizuális ingerekre. Magyarán szólva, vannak, akik egyszerűen gyorsabban ismerik fel a kocka állásait, és gyorsabban tudnak reagálni rá. Ahol pedig már a századok versenyeznek egymással, ennek bizony komoly szerepe van. Az ötödik szempont a fizikai és mentális egészség. Ahhoz, hogy valaki igazán jó kockázó legyen, fontos, hogy testileg és szellemileg is jól érezze magát a bőrében. Épp ahogy a profi sakkozók, ugye a legjobb versenykockázók is akkor tudnak legmagasabb szinten teljesíteni, ha jó formában vannak. A hatodik szempont a stresszkezelés képessége. A kockaversenyzésben fontos, hogy ki hogyan tudja a versenyen járó izgalmakat kezelni. Vannak, akikre serkentően hat a versenyhelyzet és jobban teljesítenek nyomás alatt, a többségnek viszont ezt meg kell tanulnia, és meg kell találnia azt a módszert, amivel le tudja győzni a versenyhelyzet okozta izgalmat.
Következzen Mogyorósi Hunor átlaga. Ő jelenleg Magyarország leggyorsabb Rubik kocka versenyzője, illetve ő az egyetlen magyar, akinek 8 másodperc alatt van a hivatalos átlaga. Utoljára hagytam a legfőbb szempontokat. Egyértelmű, hogy az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy valaki jó versenykockázó legyen, a gyakorlás. Soha senki semmiben nem lesz igazán jó anélkül, hogy rengeteg időt rászánjon. Minden profi teljesen kezdőszintről kezdte valamikor a Rubik kockázást, és gyakorlás nélkül nem értek volna el semmi említésre méltót. Végezetül pedig megemlíteném a kitartást. Hosszú távon a rászánt idő fogja főként meghatározni, hogy ki milyen messzire jut ezen az úton. Rengeteg kockázónál látom, hogy eleinte, amíg gyorsan fejlődnek, megvan a lelkesedésük, hiszen napról napra látják, hogyan javulnak. Elérkezik azonban az idő, amikor az ember eléri a pontot, ahol szinte már nincsen fejlődés. Amikor valaki egy év gyakorlása alatt is csak tized másodperceket gyorsul, gyakran elmegy a kedve a kockázástól. A legjobbak azonban nem adták föl. Bármilyen lassúvá vált is a fejlődésük, akkor is tanulták az új algoritmusokat, és kitartóan gyakoroltak. Összegzésül tehát úgy gondolom, hogy a kockázásban egy viszonylag magas szintet bárki elérhet, azonban azok lesznek a legjobb kockások, akik az imént felsoroltakból minden pontnak megfelelnek. Ehhez kell némi születési adottság. Úgy gondolom, hogy a kockázás terén ezt nevezhetjük tehetségnek. A legfőbb szempont mégis a gyakorlás és a kitartás. Nem mindenkiből lesz a legjobb versenykockás a világon, de nem is gondolom, hogy emiatt kellene mindenkinek kockáznia. A fontos, hogy az ember reális célokat tűzön ki maga elé és élvezze, amit csinál. Megkérdeztem a videóban szereplő három személyt, hogy ők mit gondolnak, mi kellett ahhoz, hogy eljussanak erre a szintre. Végezetül tehát álljon itt néhány gondolat tőlük.